Köszöntöm Önöket a Paksi Disputa külön kiadását látják. Rövidesen elkészül az új Paksi blokkok felvonulási területének áramellátását biztosító transformátorállomás. Erről is beszélt a minap Lenke István, a Paks 2 ZRT vezérigazgatója és Mitler István kommunikációs igazgató. A szakemberek arról is beszámoltak, hogy biztosított a terület az orosz fél részére az első felvonulási épületek számára. Ezek építését a közeljövőben elkezdi a Roszaton. Azon a területen eh, volt egy másik feladatunk a, a múlt évben, ami teljes mértékben ránk hárult, az pedig a 22-11 kW-s trafóállomásnak a, a beruházása, illetve az elkészítése volt. Ez, eh, ez gyakorlatilag eh, teljes mértékben a mi kompetenciánk. Ennek a munkálatai megkezdődtek, gyakorlatilag be is fejeződtek illetve most fog rövid időn belül véglegesedni maga az építmény. Lenkei István hozzátette, a projekt immár számos engedéllyel rendelkezik. Jogerős a környezetvédelmi, a telephely engedély, az elvi vízjogi engedély és a villamos energiahálózathoz történő csatlakozáshoz szükséges elvi kapcsolódási engedély, valamint további 300 egyéb engedély. A létesítési engedélyhez szükséges közel 300 ezer oldal terjedelmű dokumentáció összeállítása jelenleg is zajlik. A Paks 2 ZRT vezérigazgatója hozzátette, a két új Paksi blokk megépítése kulcsfontos fontosságú az ország ellátás biztonsága szempontjából. A magyarországi áramtermelés a 30-as években hiányokkal fog, kapacitás hiányokkal fog küzdeni, és, és, ezek a, és ez a hiánya 5-6 ezer megawatt környékén lesz, akkor is, ha megépül a Paks 2, és majd a Paks egyet et 32-37 között le kell állítani, illetve ki kell vezetni az üzemből. Ugyanilyen hiányokkal fognak küzdeni a környező országok is az előregedő erőműveik kiszuperálása vagy szeparálása miatt. Ebből adódóan az következik, hogy az import lehetőségek is jelentősen meg fognak változni. Most van import, tudjuk azt, hogy az import Ukrajnából, Lengyelországból, egyéb helyekről jön itt a környező országokból és azt is tudjuk, hogy ezek alapvetően szén erőművekben termelt villamos energiát, tehát villamos energiát importálunk. Ha Magyarország el akarja kerülni azt, hogy, hogy olyan import kitettséggel bírjon, mint ami most van, akkor újabb és újabb erőműveket kell építeni. A szomszédok sem lesznek abban a helyzetben, hogy nekünk ezt a ma igen magas import hányadot, ami időnként 35-40 százalék is volt, ezt az import hányadot biztosítani tudják. Voltak most itt olyan esetek az elmúlt időszakban, az elmúlt egy éven belül, amikor többször is úgymond csúcsot döntött a magyar villamos fogyasztás, és gyakorlatilag a meglevő Beépített villamos termelő kapacitások szögön voltak, tehát teljesen kivoltak, teljesen maximálisan kivoltak terhelve, és emellett még jócskán volt import is. Tehát ezek az erőműépítések, így mondom, többes számban, PAS 2 megépítése és majd újabb erőművek építése Magyarországon, én úgy gondolom, hogy a szakma számára, de a közember számára is teljesen evidens. Mitler István kommunikációs igazgató arról beszélt, hogy az atomenergia és a megújulók egymást kiegészítve lesznek képesek biztosítani hazánk klímabarát és biztonságos áramellátását. A naperőmű építési hullám is van az országba, ez mindegy 2000 megawattnyi kapacitással számolnak itt a közeli években, hogy be fog jönni. de még mindig látjuk, hogy még mindig, mindig még több ezer megawattnyi új erőműre van szükség. Tehát a, akik az atomerőművet ellenzik, az új blokkoknak az építését, Azoknak nem az ottnek az ellenkezésével, ellenkezésével vagy kéne foglalkozni, hanem gyakorlatilag azzal és azon kéne gondolkodni, és azzal kéne döntéshozókat is meggyőzni, hogy milyen újabb erőműveket kell építeni az országban ahhoz, hogy a vezérgazgatóra által említett importkitettségünk az csökkenjen. Ugye az ellátás biztonság az nagyon fontos, vezérgazgatóra említette, hogy amikor van áram, akkor az ember idézőjelben könnyen tud más országokból importálni, de hogyha bármilyen technikai probléma van, akkor minden ország arra törekszik, hogy saját magának biztosítsa a villamos energiát. Most egy ilyen helyzetben mi nagyon, nagyon nagy problémákkal küzdenénk, ugyanis kijöttek már a tavalyi év adatai, a tavalyi évben átlagban 31,5% volt az importnak a, az aránya Magyarországon, ami nagyon magas és a vezérgató is említette, voltak időszakok, amik az 50 százalék fölé ment. Az áramfogyasztás egyharmadát tehát importból fedezi az ország, másik egyharmadot adja a Paksi atomerőmű egy-négy blokja, további egyharmadot pedig a többi erőmű termelése fedez. A nukleáris alapú energiatermelés az olcsó áramzáloga is, ahogy ez a nemzetközi összehasonlításból is kiderül. Azokban az országokban, ahol működik atomerőmű, tehát ahol a legalább az ilyen 20-30 százalékát adja a villamosenergia termelésnek az atomerőmű, hogy gyakorlatilag 30 és 50 forint között van egy kilovattóra villamosenergiára, ugye nálunk 35 forint, és azokban az országokban, akik kivezetik, és, vagy pedig leállítják, vagy pedig nincsen atomerőmű, ott pedig gyakorlatilag eléri a 80-90 forintot, Dániában, illetve Németországban 90 forint fölött van a fogyasztói ár, tehát az a magyar fogyasztójáronok majdnem a háromszorosa. A Paks 2 ZRT vezérigazgatója beszámolt arról is, hogy a társaság hat egyetemmel együttműködve két fél éves felsőfokú képzést indít. Ezek az egyetemekkel egy, egy újabb megállapodás, vagy egy megállapodás aláírása az rövid időn belül megtörténik mindegyik helyszínen. Elindítottunk, elindítunk a, egy Pax 2 Akadémia elnevezésű tulajdonképpen továbbképzési vagy képzési rendszert, aminek keretében aki érdeklődik ez iránt, a szakma iránt, az olyan előadásokat, olyan kurzusokat tud hallgatni, ami az atomenergetikába bevezeti, és onnan persze a, a kimondott, kimondatlan, de inkább kimondott cél az az, hogy ezen keresztül is azokat a szakembereket, embereket, akik szeretnének majd nálunk dolgozni, vagy ebben a munkában részt venni, magunkhoz csábítsuk és aki, aki megfelel a, mi követelményeinknek, azokat, azokat örömmel fogjuk alkalmazni. Gyakorlatilag ez a, az, az alapképzést követően lesz lehetőség az egy főiskolásoknak erre jelentkezni. Ez egy egyéves képzés, és gyakorlatilag egy alapismeretet ad az atomerőművekkel, a biztonsággal, a nukleáris biztonsággal kapcsolatosan. Paks 2 hat egyetemmel működik majd együtt, ezek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Pannon Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem. Mitler István kommunikációs igazgató beszámolt arról is, hogy folytatja országjáró körútját a társaság interaktív mozgó kiállítása is, amely 2018-ban mintegy 60 ezer látogatót fogadott. Gyakorlatilag a tájékoztató jármű az kisebb megszakításokkal 2009-től járja az országot. 2009-ben, amikor a parlamenti döntés, akkor ősszel, amikor Bodán elindult ez a tájékoztató jármű, akkor éppen a vezérigazgató úr, illetve a miniszter úr volt az, aki még akkor más köntösben, vezér, vagy miniszter úr akkor Paks egy vezérigazgatója volt, vezérigazgató úr pedig a bővítési igazgató volt a Paks Jatörön belül, ők voltak azok, akik megnyitották és útjára indították ezt a tájékoztató járművet gyakorlatilag több százezer ember tekintette már meg itt az elmúlt évek során. Ugye fontos kommunikációs szempontból azt tapasztaltuk itt az atomerőműben is, hogy az, aki eljön hozzánk, és saját szemével a látogató központban inkább az üzemi területre be tud menni, az teljesen más élményekkel távozik. Azok a félelmek, kisütűségek, nem hiszem, nem tudom, nem hiszem el nektek, ez gyakorlatilag 90-95 százalékban azt tapasztaltuk, hogy megváltozik. Tehát úgy gondoljuk, hogy a személyes találkozás, az, hogy személyesen tudjuk elmondani a, az információkat, ez a legfontosabb. Mivel a látogató központban ugye 30-35 ezer embert tudnak fogadni éves szinten, vagy fizikálisan többet nem tudnak a a kollégák, ezért úgy gondoltuk, hogy nekünk a projektet az a magyar lakosságnak be kell mutatni, hogyha őket nem tudjuk idehozni, akkor nekünk kell elmenni hozzájuk. És ez volt az alapötlet annak, hogy a tájékoztató járművet útra indítsuk. Gyakorlatilag az 5000 főnél nagyobb településeket járjuk végig, folyamatosan újítjuk információkkal, tartalmakkal és technikai eszközökkel a járművet. A tavalyi évben Közel 60 ezer látogatója volt a kamionnak. Ugye az ősz és a tavaszi időszakban elsősorban településeket járja, és a nyári időszakban pedig a nagyzenés, illetve a kulturális fesztiválokra megy el. Az egyik fő célközönségünk az a középiskolai egyetemi korosztály. A Sziget Fesztiválon voltak a legtöbben, tehát ott néhány nap alatt 3500-an keresték fel a kamiont és a legnagyobb látogatottsága pedig, ha jól emlékszem, akkor a Volt Fesztiválon volt egy nap, amikor ilyen 6-700 fő kereste fel. Vannak játékok, amikkel próbáljuk azért oda és játékos formában átadni az információkat. Márciustól fog ismét elindulni, március végétől. Jól emlékszem, akkor Komárom-Esztergom Fehér megyékben fog kezdeni fesztiválok következnek, majd pedig a Budapest kerületei közül van még néhány, ahova tavaly évben nem jutottunk el, valamint Pest megye, tehát nagyobb településeire fogunk el látogatni. De amit talán kiemelnék még a, a talán a tavalyi évből, hogy volt egy nemzetközi konferencia és egy kommunikációs konferencia, amit az atomerőművel közösen szerveztünk, aminek nagy sikere volt, és ezen is a tájékoztató jármű is bemutatásra került valamint az Atomexpon a tavalyi évben egy, szintén egy külön díjat kapott a tájékoztató jármű. Nagyon sokan érdeklődnek, elsősorban olyan országok, ahol most terveznek atomerőmű építését, hogy milyen kommunikációt folytatunk, illetve hogy hogyan is működik ez a, a tájékoztató jármű, ez általában megfogja a külföldi partnereket és a külföldi kommunikációs szakembereket. Természetesen mindenkinek segítünk, többek között a, a FIM projekt, Kommunikációs vezetőinek is egy részletes leírást és tájékoztatást is adtunk nekik szóban is tavaly tavasszal, hogy hogyan is működik ez, mert ők is fontolóra vették, hogy esetleg egy ilyet indítanak. A társaság kommunikációja nagy figyelmet fordít a környezőtérség tájékoztatására. Ami nagyon fontos számunkra, hogy a... És ez sikerült a az elmúlt két évben gyakorlatilag kialakítani, hogy a helyi és a regionális médiumokkal egy nagyon szoros kapcsolatot alakítsunk ki. Ugye ez nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy a környező településeknek a lakosságai tudjuk tájékoztatni. És örömmel mondom, hogy 12 helyi és regionális médiummal van szerződése a Paks 2-nek, ami azt jelenti, hogy folyamatosan adjuk a, az információt és folyamatosan el is megyünk személyesen is interjúkat adni, mind a vezérigazgatóra, mint pedig miniszter illetve államtitkár urakkal. Ami nagyon fontos, hogyha mérföldközérünk, tehát olyan fontos mérföldközérünk, akkor pedig személyesen is elmegyünk a településekre, ugye erre is már volt több példa, mint a környezetvédelmi engedélyezés, mint pedig a telephely engedélyezés során. A Teittel van egy szoros kapcsolatunk, illetve a JETA településekkel, ott is adunk rendszeresen tájékoztatást. Tehát úgy gondolom, hogy ez a kiinduló pont. Tehát, hogyha a hátországunk rendben van, itt a lakosságot időben tudjuk pontosan tájékoztatni, hogy mi történik, akkor utána már könnyebb, könnyebb dolgunk van ahhoz, hogy országos szinten is az elfogadottságunk az megfelelő legyen. Az utolsó éveknek a felmérése egyértelműen mutatják, hogy a magyar lakosságnak a nagy része az támogatja a két új bloknak az építését, de nem szabad hátradőlnünk, hanem a kommunikáció továbbra is folytatni kell, de a legfontosabb, hogy ütemben, ütemesen haladjunk előre a projekttel, és ami még szintén nagyon fontos nekünk, hogy a Paksi atomerőmű négy blokja is ugyanúgy, mint eddig, biztonságosan működjön. Ugye nagyon sok esetben az atomerőművel közösen is végzünk különböző kommunikációs tevékenységeket. Erre jó példa, hogy mi természetesen a járműben beszélünk az 1-4 blokkról, és az is nagyon fontos, hogy az atomerőmű viszont a látogató központjának az utolsó etapjában pedig megengedte, hogy tájékoztatást adjunk az új blokkokról. A Paksi Disputát látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!